Sziasztok, én Heli vagyok, és a mai napom se lesz ám unalmas, ugyanis találkozni fogunk, a táborozókkal találkozni fogunk, ugyanis a Csodák palotájában most éppen egy vlogger tábor zajlik, ahova meghívtak engem is, úgyhogy már nagyon izgulok, és most éppen ebédelni tartunk, mert nem szeretnék éhesen menni természetesen, és ráadásul a kedvenc kajáldákba megyünk, ami egy svéd asztalos kajálda, úgyhogy jól összezaválom magamat. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Na, hát meg is lettünk volna kajával, most megyünk haza, egy kicsit összeszedem magam, aztán, hát, go, indulunk is! I'm coming to Savannah, we'll never be alone, Savannah, the beauty of the world, Savannah, let's all take a ride, Savannah. És odaérünk, és nagyon izgulok. Fogok, szorítok egy zsebit a kezembe, mert annyira izgulok. Ó, Istenem. És ugye belépek az ajtón, és ez a... Na jó, nem is tudok semmit mondani. Úgyhogy, nem tudom, találkozunk valahol. Most szabadultam meg, nem is mondhatnám, hogy megszabadultam, mert nagyon jól éreztem magamat. Nagyon sokatokkal tudtam beszélgetni, és hát igazából a végére már szinte összehaverkodtam nagyjából mindenkivel. Itt ülök a kocsiba, és
Én szóval nem tudok semmit elmondani, csak annyit, hogy így már utólag eléggé vicces, hogy mennyire izgultam, meg hogy mik voltak a gondolataim ezelőtt a kis előadás előtt. De itt tényleg, én gondoltam, hogy utólag vicces lesz, de én azért megértem magamat, mert ez egy új dolog, és természetes, hogy izgultam, legalábbis nekem. Nagyon éhesek vagyunk, nagyon szomjasak vagyunk, szó szerint, és megsülünk a kánikulába, mert azt hinne az ember, hogy milyen hideg van, meg hogy jön a hidegfront, meg a blablablablabla. Aha, nagyon jön a hidegfront, mindjárt itt sülök halálra, fekete farmergatyába, úgyhogy igen, most indulunk egy gyors kajáldába, ugyanis éhen halunk. Már hazaértünk, már jól is laktunk, illetve még maradt nekem egy megfrízem. Azt már nagyon várom, ugyanis nagyon melegen van, amit már elmondtam az előbb is. És amit még nem mondtam el nektek, úristen, kiberül vagy, hogy olyan jól összebarátkoztam, úgymond a táborlakókkal, hogy az utcsónap meglepem őket. És mivel úgyis arra járok, ezért úgy gondoltam, hogy beugrok hozzájuk, és hát nem tudom, bulizunk egy jót. Úgyhogy visztek titeket is magammal, természetesen levlogolom, hát miért ne vlogolnám le nektek, a holnapot is nagyon várom, és hát akkor szerintem holnap találkozunk. Jó reggelt mindenkinek, most már a másnap reggel van, kicsit elaludtunk, de most már itt ülünk a kocsiban, szóval elindultunk, minden rendben van, úgyhogy éppen ülök a kocsiba, méghozzá azért, mert apu elment kifizetni a parkolót, mert természetesen fizetős, aztán pedig indulunk befele. Úgyhogy meg szerintem bentala. Ó, sziasztok! Nyugodtan, vigyétek! Jó, menjünk, gyere! Merje! Merje! Itt van mindenki! Merje! Ó! Lovas Feni! Érted? Itt van a... Hello! Szarka! De emlékeztek valamire ez a telefonvloglás? No, hello, mire? Hello! Hova kell nézni? Ide, oda! Amúgy folyton hallgattam az utolsó napján. Igen, és itt a Henni. Onnan lesz fogókál. Hűha! Hát kézi kamera, meg senkire vádott ilyen. De vagy nem, nekünk is van otthon ilyen, csak az... Én még olyat nem láttam, aminek így megfordítható a képernyő. Nagyon ritka. Most a többiek játszanak, mi meg itt... Várjál, így kell, ugye? Hello mindenki, ott van mögöttem Henni. Híres videós egyébként. Itt vagyunk nagyba a vlogger táborba. A többiek most éppen játszanak valamivel. Nagyon valami nagy játékban vannak. Igen. Megmondom pontosan, hogy mindenki tudja. Péntek van, 20-a, 12 óra 18 perc. Egyébként én nevem Mauk Sunor, ez a csatornám neve, is iratkozzon fel rá mindenki. Itt vagyunk kint a
ennek a Buda cuccnak a tetején egyébként a Csodák palotájának a teraszán, vagy valami ilyesmi, ami egy nagyon-nagyon jó rendezvény egyébként, csak mi nem annyira nagyon-nagyon jóba vagyunk itt, mert most mi nem tudtuk teljesen megnézni, csak egy kicsit egyébként. Valami elmebeteg éppen dobál engem egyébként. Mohával. Egyébként. Egyébként, tudtátok, hogy egyébként a mohát nem szabad leszedni, mert az ilyen természetvédő cuccok, ez nem szeretik. Ne dobálj már a mohával, Power Director megoldja. Egyébként itt volt egy... Hát szabadom egy egyébként, itt volt egy étterem. Biztos finom volt. Henny megnézi az éttermet. Nem már. Amúgy el sem értem, hogy mit tettem. Úristen, ez nagyon kívül. Szabad ilyen helyre bevideózni? Biztos. Majd kivágod. Mi az, hogy bevideózni? Hát ezek igen. Régi csodák a Csodák palotájára. Komolyan? Aha. Csodák. Nézd. Basszus! Szólsz! Cső! Na nem mond! Jaj, Istenem, ez most... Ez mi? Hogy legyen, hogy ha most én mesélj. Nem, én még mindig vlogolok. Egyébként ez itt egy ilyen kéményszerű cucc, nem, ez egy kuka. Miben leesett? Ja. Most én vlogolok, Közös videó Lovas Hennyvel. És ő is dobál, nem már? Ez tök gonosz dolog. Nem értem miért. Egyébként tök szépek a felhők, nem tudom kinek tűnt fel. Ilyen magyar. Mi volt, mi van? Hány számoltunk ki az előző percben? Van vagyunk itt a cekkel, nem tudom hol. Meg van, jönni fognak a kommentek, hogy Hennyt elrabolták! Igen, yeah. Nem raboltuk. Hennyt elraboltuk! Henny a legjobb napon jött. Úgyhogy igen, szabaduló szobát. Én vagyok az egyetlen, aki másnap is jött. Igen. Te vagy eddig itt a legtovább. Ha miért ne legyek? Szatarál! Ott van rajtad! Ott van rajtad! Úristen, darás! Mi van rajtad? Élő lény! Aha. Henny lovast elkapta egy darás! Nem tudják! Henny Szidó! Az vagyok én! Nem tudom nekem mi az vagyok én. Henny Szidó. Na, most megyünk enni, odaadta nekem a Henny a kamerát. Nagyba vloggolunk, ott van valahol elől, most nem tudom megmutatni. Megyünk enni. Igen. Nem tudom, mi lesz a kaja, reméljük nagyon-nagyon finom lesz. Ez az nem koreai egy videó. Nem. Szia, Henny, hogy érzed magad? Melegem van. Ott van egy ventilátor. Térjük az étteremben. Most fogunk enni. Van egy pohár. Ott egy híres videós. Ott ül egy híres videós. Közepesen ismert videó. Most ugye nem az én barátom. Amikor az van a csávóval beszélt, amikor a köd Nem. Elmondom a titkom, semmivel, mert After Effects-el csináltam. De felraktam a gépre, After Effects, aztán elküldtem magamnak Facebookon letöltöttem és kiraktam a Musical.ly-re. Simán Musical.ly-re De az nem ilyen meg. De. Abban nincs ilyen transition. De van. De az nem ilyen hát, meg. Hát ha nagyon pro vagy, akkor van. Tudtátok amúgy Hennyről, hogy Hennynek hívja? Mi az igazi neved? Henrietta. Komolyan? Aminek a betűzése. Henny. De van ilyen név is, hogy Henny? Nincs. Hát én már láttam ilyet személyigazolványon, hogy Henny. Hát úgy is van. Tudtátok, hogy van olyan magyar lány név, hogy Talicska? Van.
sőt, a hunort, ha úgy írod, hogy hunorka, akkor lányi. Hunorka? Hunorka. Most éppen az történik, hogy átmásolunk ilyen videókat a telefonról, hogy le tudjuk játszani a laptopon, vagy a projektorral ki tudjuk vetíteni. Na, most az történt, hogy a Henny éppen itt tölti a kameráját, ott, igen, és ők benn vannak a szabaduló szobába. Mi jöttünk ki először, mit csináltuk meg a leghamarabb, és most ez ilyen meglepő, hogy elloptam a Hennynek a kameráját, és majd látni fogja, hogy videóztam el, és hú! Mi hamarabb jöttünk ki, mint a Hennyék. Gyorsan leteszem, mert mind lehet jönnek. Azt kapta azt az elismerést, hogy ő lehet a DJ a mai napon. Engem. Megfogod a felómat. Felódat? Melyik a felód? Na, most már itt ülünk a büfében. Lassan megyünk haza. Van egy rossz hírem, ugyanis a híres DJ-nk itt hagyta a gorilla podját. Úgyhogy elment. És hiába írtam neki, nem láttam. Úgyhogy sajnálom szegény, de hát így járt. Most éppen mentoszt dobálok. Itt vannak a lányok. Hello. Egy. Kettő. A nagy része már hazament. Úgyhogy sajnálom szegény. Az satta itt, aki beharangozta a csatornáját, a hunor. És avval szeretném, nem tudom, mivel szeretném. Na, cserébe, már most nálam hagytam. Legalább lett egy jó állványom, egy kis időre. Cserébe bejelentem nektek a Instagramját, mert nagyon szeretné. Itt az oldalán. Ez visszafele lesz. Tudom. Szerencsét, tényleg. Na, úgyhogy, ja, már még találkozunk. Köszönés, Jézus! Szóval most éppen a kocsiba ülök, és megyünk haza. Most értünk haza. Igazából utólag is csak annyit tudok nektek mondani, hogy nagyon jól éreztem magam. Sok barátnőt szereztem, sok barátot szereztem. És tényleg nekem az tetszett a legjobban, hogy nem úgy álltak hozzám, mint például az osztálytársaim, hogy utáljuk, mert videós. Nekik ez teljesen normális volt, hogy videózok, meg nyilván ők is videóznak. Szóval itt teljesen, hogyha így vlogoltam az utcán, akkor nem néztek hülyének. Inkább az volt, hogy azt nézték hülyének, aki nem vlogolt. Nem, egyébként nem nézték, csak szerettem volna nektek egy példát mondani, szóval ez nagyon tetszett. És ezért is üzenem nektek, hogy tök jó lenne, és hát szerintem ez egy jó ötlet lenne, ha lenne egy ilyen médiaiskola, és ott az ilyen külön YouTube-osokat, meg ilyeneket raknák egy osztályba, és akkor nem lenne ez az egész, hogy ő egy szaros kis videós, meg le kell nézni, meg ilyenek, hanem tök jó haverok lehetnénk, és így is sokkal jobban megvoltam velük, mint mondjuk az osztálytársaimmal, szóval sokkal jobb volt.
Aki pedig jönni fog a People Team táborba, azt meg szeretettel várom, mert már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom. Úgyhogy, ha tetszett nektek ez a vlog, akkor mindenképpen jöjjetek a People Team táborba is, és ti is havergodjatok össze velem. Na, de most már nem pofázok tovább, szokásos mondani valómat elmondtam, illetve lájkoljátok, ha tetszett, és iratkozzatok fel, amíg nem tettétek meg. És hát akkor, sziasztok!